Gyermekzsivajtó volt hangos a Kocsis Sándor Sportközpont Bihari úti telephelye. A kőbányai óvodás sportnapok rendezvénysorozatának részeként játékos sor és váltóversenyen vehettek részt az apró sportrajongók. Radványi Gábor, a sportért felelős alpolgármester bátorító szavakkal nyitotta meg a vidám hangulatú versenyt. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntelek benneteket. Először feltennék nektek egy gyors kérdést. Ki az, aki szeretne már végre mozogni és versenyezni itt? Jó, látom mindenki. Ez számomra azt jelenti, hogy nagyon keveset szabad csak beszélnem. Kívánom mindenkinek, hogy nagyon jól versenyezzetek, legyetek gyorsak, ügyesek, hatékonyak, és óvodátokra pedig büszkeséget hozzatok. Úgyhogy a mai rendezvényre nagyon jó szórakozást kívánok nektek, és minden jót, hajrá, kőbányai óvodák! A csapatkiáltások után egy rövid zenés bemelegítéssel hangolódhatott rá minden résztvevő a megmérettetésre. A váltóverseny sportkommentátori szerepét pedig Kuróci Pál, a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetője örömmel vállalta magára. Kocsis Sándor Sportközpont mindig nagyon-nagyon örül, hogyha valami sportrendezvényt rendezhetünk. Ugye nagyon széles a palettánk, mert most, amit láttátok, ugye a legkisebb kortól, már ugye októberben volt a senior olimpiánk, ahol a legidősebbeket mozgattuk meg, tehát próbálunk minél nagyobb társadalmi réteget megmozgatni, illetve korosztályt, úgyhogy ez most a kőványai óvodás sportnapokon belül a játékos sor és váltóverseny volt, ami hát szerintem parádésan sikeredett, mert nagyon ügyesek voltak a gyerekek, nagyon jó feladatokat találtunk, és az óvónők meg szuper ügyesen fölkészítették a csemetéket. 13 óvoda volt itt Kőbányáról, ez sokkal több, mint a fele, tehát ez a kétharmada az óvodának, valakik a vírus miatt nem tudtak még jönni, de nagyon nagy létszámba itt voltak, és tényleg minden óvodából 10 gyermek érkezett. Különböző ügyességi versenyszámokkal készültünk, ezt próbáltuk egy kicsit úgy rugalmassá tenni, hogy nem itt meglepetés szinten adtuk ki a feladatokat, hanem már egy hónappal ezelőtt az óvodáknak kiküldtük, hogy mik lesznek a feladatok, és föl tudták készíteni a gyerekeket, és nagyon érdekes volt számomra, hogy milyen taktikákhoz folyamodtak azok az óvónők, akik nem feltétlenül a sporthoz közel állnak, de nagyon ügyesen tényleg fölkészítették a gyerekeket, és nagyon jobbnál jobb taktikákat láttunk, és a gyerekek meg nagyon ügyesek voltak. Nem sokára az eredményhirdetés lesz. Hogyan érzed, hogyan sikerült ez a rendezvény? Én csak szuperlatívuszokból tudok róla beszélni. Abszolút azt láttam, hogy mindenki élvezte, mindenki mosolyogott, a gyerekek nagyon szerették, tényleg még egyszer csak azt tudom mondani, hogy nagyon ügyesek voltak. Most eredmény fejből tőlem ne várjatok, mert a 10 csapatot egyszerre követni, akik itt voltak a helyszínen, azt nem fog tudni. A másik termünkben is voltak csapatok, tehát itt időeredmény fog dönteni, ami alapján rangsoroljuk őket, de természetesen azt el kell mondanom, hogy minden csapat díjazásba részesül. Minden csapat a végén egy kis frissítőt kapott, minden csapat fog kapni érmet, hiszen mindenki nagyon ügyes volt, csak hangsúlyozni tudom, és a sportközpont egy kis meglepetés számmal készült még itt az óvodásoknak, amit reméljük, hogy nagyon fognak élvezni. Milyen következő eseményetek van, amit esetleg kiemelnél a nézőknek? Az óvodai sportnapok keretén belül lesz a következő versenyünk, a kosárpalánta program, amit a kőbányai darazsakkal együtt kooperálva rendezünk az óvodásoknak, és ez is a kőbányai óvodás sportnapok keretén belül egy verseny, ami szintén nagyon izgalmas, ott több labda fog pattogni, mint itt, az biztos. Bobori Gyula régóta dolgozik óvodapedagógusként. Hivatástudata és gyermek szeretete már messziről is szembetűnő. A Mászóka óvodapedagógusa a versenyen kollégáival összehangolva óvó tekintettel figyelte az apró sportolók minden mozdulatát. Ez nem egyedül az én érdemem, hanem igazából a két kolléganőmé, az Oroszné és Margité és a Gábor Kataliné, tehát ez azért hármas egységben vagyunk. Most csak ketten képviseljük magunkat. Margó néni egyébként több mint 30 éve itt van a kerületben, és rengeteg díjat nyert más sportversenyeket. Egyébként ez egy tehetségpont óvoda, a Mászóka óvoda, és ő azért kifejezetten figyel az egészséges életmódra és a sportos nevelésre, a mozgásra. Mióta vagy óvóbács, és miért ezt a szakmát választottad? 27 éve. Tehát amióta az eszemet tudom, én ez vagyok. Teljesen véletlenül lettem óvóbácsi, tehát én nem ennek készültem igazából. Nem vettek fel egy ponttal a tanárképzőre, és akkor úgy döntöttem, hogy elcsapom az időmet, mint zenész valamivel, és akkor így lettem képesítés nélküli óvó, mert akkor még nem óvodapedagógusnak hívták ezt a szakmát, hanem óvónőképző volt. Így lettem tulajdonképpen óvóbácsi, nagy csoportosaim voltak az első gyerekek, 36 gyerek volt a szem egy csoportban, és ez egy nagyon meghatározó egy év volt, így lettem óvóbácsi igazából, és maradtam is. Rendületlenül. Mi fontos egy foglalkozásnál? Például láttam a karácsonyi bemutatótokat. Hogyan lehet jól egy gyerekhez nyúlni? Tulajdonképpen mi mindnyájan gyermekek vagyunk.
Tehát mi nekünk, hiába nőttünk föl, mindenünkben van az a pici kis én, az a pici kis gyermek én, amit meg kell keresni. Tehát bele kell bújni a gyermeknek a lelkébe, békén kell hagyni, vagy éppen egy kicsit segíteni kell őt. Tehát tudni kell, hogy a mi ránk bízott gyermekek, azok tulajdonképpen milyenek. És nagyon-nagyon fontos az, hogy játékosan csináljuk ezt az egészet. Tehát kicsit lofa, kicsit szeretetteljesen, de azért következetesen. Mindez az egész tulajdonképpen adja annak a eszenciáját, amitől mondjuk egy gyermeket meg lehet nyerni. Itt is nagyon fontos az, hogy a gyereket ösztönözzük, dicsérjük, és hogy az, amit ő éppen csinál, legyen az éppen neki nem annyira jó dolog, tehát hogy nem annyira ügyes benne, egy kicsit bátorítsuk abba, hogy a tehetsége ki tudjon bontakozni, és hogy szeresse azt, amit éppen csinál. Aztán utána természetesen látni fogjuk, hogy melyik tehetségcsíra merre fele indul el, és azt támogatni kell. Ez a másik fontos, és után követni, és aztán újra gondozni ezt az egészet. Ennyi a lényege. És hát persze nyilván mindenki azt mondja, közhely, de szeretni kell a gyerekeket. Nem úgy szeretni, hogy jaj, de kis aranyos vagy, hanem tényleg úgy szeretni, ami egy elismerés számára. Egy óvodapedagógus, tehát egy óvónő és egy óvóbácsi is kicsit másképpen szereti a gyerekeket. Ez szerintem egy kettős egység, amiben együtt lehet a legjobban létezni. Gyulát arról is kérdeztem, hogy a hétköznapokban miként van jelen a sport az óvodások életében. Alapvetően az országos óvodai nevelési program meghatározza a mi működésünket, tehát azt mi tudjuk, hogy vannak tevékenységek, amik ugye a mozgás, az énekezzene, tánc, most az egészséges életmódra nevelés, a környezeti nevelés, a matematika, most nem akarom az összeset felsorolni, ezeket beosztjuk egy hétre, ugye ez lesz nekünk a napi rendünk, felosztjuk, és minden nap mozgunk tulajdonképpen, mert ugye a mindennapos testnevelés, a mindennapos mozgás az egy nagyon fontos dolog, főleg ebben a digitális világban, szinte alig mozognak a gyerekek. A fejlesztő foglalkozások pedig nyilván nálunk a mi óvodában, a Kőbányai Mászoka óvodában a tehetséggondozásban bontakozik ki nagy csoportra, a tehetségműhelyekben. Most éppen a Covid ugye ezt megszüntette 2 éven keresztül, de egy kicsit azért mi erre is gondoltunk, és most már a csoportokban csinálunk logikai játékokat, zenélünk, kodálymódszer szerint. Szóval így vidám telnek a napjaink, és természetesen a legfontosabb, hogy békén hagyjuk őket játszani, de az nem azt jelenti, hogy azt csinál a gyerek, amit akar, hanem határozottan utat mutatunk neki, hogy egy napközbeni élet, az tulajdonképpen van egy fix dolog, és van egy szabad dolog, és ezt a kettőt ötvözzük együtt tulajdonképpen, és nagyon sokat vagyunk a szabad levegőn, tehát ki az óvodából, menjünk ki, akár esik, akár fúj, jó, persze nyilván nem viharban, de hogy a gyerekek megtapasztalják a saját környezetüket, azt, ahol laknak, azt, ahol élnek, és szeressenek ott élni, ahol vannak. Az esemény végén Magic Halni nevű bűvész mutatta meg tudását. Percek alatt varázsolta át a megfáradt gyermeksereget lelkes közönségké.